Szinte napról napra változik újul Kecskemét főterének látképe a jelenleg is tartó munkálatok miatt. A kecskeméti városházát idén kezdték el felújítani. Folyamatosan érkeznek az új nyílászárók, már befejeződött a tető fóliázása, és az új cserepek is hamarosan a helyükre kerülnek. A munkák nem állnak le a hideg miatt, hiszen bent is folytatódik a felújítás. A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet átfogó fejlesztése az év első felében kezdődött el. Az első ütembe a műemléki kolostor felújítása tartozik bele. Az épületre az új cserepek már felkerültek, a teljes tetőszerkezet felújítása pedig várhatóan december végéig befejeződik, így a munkálatok a külső nyílászárók cseréjével folytatódnak majd. Nyára várhatóan elkészül a homlokzat és a lábazat is. A második ütem elkezdése a Kada Alexa gimnázium áthelyezésétől is függ, hiszen az intézmény a tervek szerint a Rudolf laktanyába költözik, így a helyére egy új kollégiumi épületrészt, hangversenytermet, könyvtárat, archívumi raktárterületet, valamint a két épület együttes közé egy belső kertet alakítanak ki. A kecskeméti református templom felújításának több mint fele már készen van, köztük a leglátványosabb részek is. Befejeződött a tetőszerkezeti javítás, a tetőcserép cseréje, a bádogos munka és a csapadék vízelvezetés. Végeztek a homlokzat felújítással és az új homlokzat kialakításával is, a színezéssel, kőfelületek tisztításával. A nyílászárók egy részét felújították, nagy részét pedig már lecserélték, de elkészült már a talajvíz elleni szigetelés is. A munkálatokat már belül is elkezdték. Folyamatosan végzik a gyenge és erős áramú rendszerek cseréjét, azaz a világítást, hangosítást, vetítést és szellőztetést. Amint befejeződnek a vésési munkák, nekiállnak a festésnek és a mázolásnak, amit várhatóan február második felében el is kezdenek. Tavasszal történik a tereprendezés és a kertészeti munkák, így valószínűleg nyár elején már teljes pompájában csodálhatjuk meg a templomot.